Szentpétervári Eichmann Balett új alkotása a világ egyik legjelesebb szobrászának, August Rodennek, valamint szerelmének és múzsájának, Camille Claudelnek állít emléket. Szenvedélyes kapcsolatuk történetét láthatta a Budapesti Tavaszi Fesztivál közönsége április 1-én a Víg Színházban. Az előadás főpróbáján a társulat koreográfus asszisztense adott számunkra interjút. Két évvel ezelőtt állítottuk színpadra a darabot. Azóta nem változtattunk rajta, nem volt szükség a változtatásra. Az összes Eichmann balett témája a férfi és nő közötti kapcsolatot dolgozza fel, mégsem a szerelmi történet a legfontosabb. Nem az a fő mondani való, hogy milyen botrányok között élt Rodin, hanem az, hogy mit ért el a művészetben, hogy milyen nehézségekkel küzdött, és hogy hogyan lett sikeres szobrász. Ez a lényege a darabnak. A balett utolsó jelenetében mutatkozik meg a szenvedés, a művészi küzdés. Rodinnek a művészi alkotás volt a legfontosabb. Nem egyszerű a sorsa egyik szereplőnek sem, egyetlen szerelmes nőnek sem könnyű az élet. Ez egy szomorú történet. Nálunk az a gyakorlat, hogy több mestertől gyűjtünk zenét, és azokat összedolgozzuk. Máshogy fejlődik a darab dramaturgiája az adott zenére, ezért használunk többféle zenét általában.